remembering to pray and remembering that the Spirit is with us every step of the way. És igazából ez erről szól, hogy emlékeznünk kell arra, hogy mindig imádkozzunk, és emlékeznünk kell arra, hogy a Szellem mellettünk van az úton végig minden lépésnél. And the form of that support can come through our brothers, through our mighty companions. És hogy a támogatás bármilyen formában elérhet hozzánk a testvéreinken keresztül, az erőteljes társakon keresztül. It can come through everything, really. Tényleg bármilyen keresztül elérhet hozzánk. It's just our remembering to pray and our desire to be connected with the Spirit. Igazából csak azon múlik, hogy mennyire emlékszünk arra, mennyire igézzük fel újra meg újra, hogy imádkozzunk, és hogy tudatosítsuk azt, hogy a Szellem mindig itt van velünk. The more determined we are to be in touch with the Spirit is, then that pulls it into our awareness. Minél elkötelezettebbek vagyunk azzal kapcsolatban, hogy a Szellemmel fenntartsuk ezt az örökös együttlétet, ez annál inkább jelen lesz a tudatosságunkban. There's a lesson in the Course in Miracles. God's voice speaks to me all through the day. Csodák tanításában van egy lecke, ami így szól. Isten hangja szól hozzám egész nap. So when I first read that, I mean, wow. Amikor én ezt először elolvastam, azt mondtam, hogy wow. That's awesome. I want to hear it. If he's speaking to me. So I realized pretty quickly that most of the time I was just distracted and not listening. És akkor rájöttem, hogy az idő nagy részében mindenféle más dologra figyeltem, és nem hallgattam azt a hangot. I was busy thinking for myself. Saját magamon gondolkodtam folyamatosan. Or asking questions, thinking that I could figure it out by myself. És folyamatosan kérdéseket tettem fel, de mindig az volt az elképzelés, hogy majd egyedül én fogom találni a megoldást. So I stopped immediately. És így akkor rögtön megálltam. Is it okay? I'll give myself to you. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát akkor átadom magam neked. And so from that moment on, és akkor onnantól kezdve, I gave the whole world the purpose of having the Spirit communicate to me. Akkor a világ céljául azt tettem meg, hogy a Szellemnek a hangját, a Szellemmel való kommunikációt mindig fenntartsam, és átadjak mindenki. On the alert. És mindig figyeljél. To listen for the Spirit. A Szellem hangjára. And I began to really pay attention to when I could feel the fear or the contraction. És nagyon elkezdtem figyelni arra, hogy mennyire érzem, vagy érzem a félelmet, vagy ezt az összeszokúzódó érzést. When I could recognize the ego's voice speaking to me, which was always doubt. És hogy fel tudtam ismerni az egónak a hangját, amikor ő beszélt hozzá, ami által a kétségekről szólt. It's always pushing me. Mindig erőltetett, nyomott, kényszerített engem. Based on protectionism. Az alapja a védekezés mechanizmus volt. Trying to be a really good person. Vagy hogy megpróbálok egy nagyon jó ember lenni. But I began to recognize that voice very clearly. És elkezdtem nagyon tisztán felismerni ezt a hangot. And be willing to not listen to it. És készen álltam arra, hogy hallgassak rá. And instead tune into a quiet presence in my mind. Hogy ne hallgassak rá. Loving business. És amelyet, hogy ezt a hangot, erre a hangra figyelni, behangolódnék arra a csendes jelenlétre, ami mögötte volt. And fill my life with as many opportunities as possible. És minél több lehetőséget biztosítsak az életemben arra. Where I knew I was in direct communication with the Spirit. Hogy felismerjem és tudjam azokat a pillanatokat, ahol közvetlen kommunikációban vagyok a Szellemmel. And A Course in Miracles is a channel writing from the Spirit. És a Csodák tanítása ugye egy közvetítése a Szellem üzenetének. So I knew that every time I was reading that book, every moment I was reading that book, I was in direct communication with the Spirit. Ezért tudtam, hogy bármikor, amikor ezt a könyvet olvastam, akkor valójában közvetlen kommunikációba kerültem a Szentlélekkel. It didn't matter if I understood the words or not. Teljesen mindegy volt, hogy értettem a szavakat, vagy nem.
Jesus told me my personal understanding is not necessary. Jézus már mondta, hogy azt, hogy személyesen értem-e vagy nem, az nem érdekes. That's very good news. Ez jó, jó valami. So when I heard the ego saying, you didn't understand that. Hallottam, hogy az ego azt mondja, hogy ezt nem érted. You should reread that again. Még egyszer el kéne olvasnod. I recognize that voice. Felismertem a hangot. Said, no, actually I don't. És azt mondtam, hogy nem, igazából nem kell értem. So my way through the Course of Miracles. Úgyhogy ez én utazásom a családtanításánál. Is tuning into that soft presence. Arról szólt, hogy folyamatosan visszahangolódtam erre a lágy jelenlétre. Because understanding is an experience. Mert a megértés egy tapasztalás valójában. So when it made my heart feel open and I recognized it. Így hát amikor megnyitottam a szívemet és valóban felismertem ezt. I knew that was what I was supposed to be reading. Akkor tudtam, hogy akkor éppen azt kell olvasnom. The same with music. Ugyanez volt a zenében is. Anytime I listened to music that made my heart open and my mind rest, I knew I was in direct communication with the Spirit. Tudtam, hogy bármikor, amikor zenét hallgatva megnyílt a szívem és az elmém elcsendesedett, akkor közvetlen kommunikációba kerültem a Szent Lélekkel. Same with listening to like the recordings from gatherings. Ugyanilyen volt, amikor az elvonulások hanganyagait hallgattam. Because I wanted to be with the Spirit as much as possible. Annyit akartam együtt lenni a Szentlélekkel, amit csak lehetett. So that question comes up a lot. How can you discern the difference between the ego's voice and the Holy Spirit's voice? Ez a kérdés ugye nagyon sokszor felmerül az embereknél, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni az ego hangját a Szentlélek hangjától. And this is the way to come into being able to recognize the Spirit in your own heart. És ez a módja annak, hogy felismerd a Szentlélek hangját a saját szívedben. Because in the end, it's like you're the one who has to feel the difference. Mert a végén neked kell éreznod a különbséget magadban. I see, what does it feel like for you? Azáltal, hogy fölteszed ezt a kérdést magadnak, hogy ez milyen érzés nekem.